Üdvözöllek benneteket itt a Kihelyezés stúdióba. Most itt az OBB napon jeleskedünk. A Rinotus prominensei, illetve a Tudatos Motoros Egyesület vagytok? Országos Egyesület. Ugyanaz a kettő. Szimcsák Attila. Sziasztok. És Doboz Zoli, igen, köszönöm szépen. A vezetéknévnél akadtam meg. Doboz Zoli. Hogyan zajlik ez a... Nekünk egy kicsit furcsa ez az év. Látok, hogyan nézett ki itt a túra szempontjából, mennyire egyenesedett ki? Ugye a tavaly évet azt hagyjuk, mert az elég zaklatott volt. Hát igen, a tavaly évben. A Rino életében ez hogyan? A tavaly évben ugye a májust is kukáztuk, meg a szeptembert is, tehát az elég rövid szezon volt. Most ez az év, ez így, hogy már április végén el tudtuk kezdeni vezetéstechnikai túrával a szezon. Ez nagyon jó vezetéstechnikai túrával, 42 Riding School-lal együttműködésben. Így van. Igaz, Zoli? Ez egy közös koprodukció volt, és gyakorlatilag most azért úgy tűnik, hogy szeptember végéig októberig tudunk majd motorozni, úgyhogy most minden rendben van, nagyon nagy az érdeklődés. Mennyire voltak kiéhezve a népek a menésre? Rettenetesen. Tehát ideig, ami mondjuk olyan 14-15 fős túránk volt, az most mindig 20 fölött volt, tehát a létszám, mindenki menni akart, és hát a várólista is bejelentkeztek. És volt idén valami fejlesztés, vagy örültetek, hogy kiszolgáljátok az igényeket? Hát Zoli, fejlesztésünk volt. Ugye mi mindig próbálunk újabb és újabb túrákat betenni, tehát minden évben valami kis újat. Ugye idén ilyen volt a Viva Italia, ez egy ilyen kis felextrázott, hosszabb túra volt Olaszországban. Ilyen volt ugye a 42 Riding School-os túra, amiről már tudjuk, hogy nagyon jó volt. Vezetéstechnikai nagyon jó túra volt, ugye ez is idén csináltuk először, úgyhogy apránként hozzáadunk mindig valamit, ami új. Mi volt a sláger? A háromnapos túrák, a hosszabb túrák, vagy most teljesen mindegy, mi volt? Full house. Igazából tényleg azt lehet mondani, amit idén kitaláltunk és betettünk a túraaktárba, az megtelt. Egyedül a Zakopán nem maradt el, mert nem lehetett menni Lengyelországba, pont abban az időpontban. Egyébként, amire azt tudom mondani, hogy full sláger, az a Montenegro-Albánia, mert abból most a jövéten megyünk már a harmadik túrára idén. Ezt akartam kérdezni, hogy és a Montenegro-Albánia az a ti szívetekhez is nagyon közel áll, ti is abszolút. Nagyon szeretitek. Abszolút. Egyik kedvenc túrám. Kicsit ugye ez is újdonság idejére, hogy ugye hozzátettük Albániát. Eddig Montenegróként csináltuk, Montenegróba mentünk egy kört, és akkor most addig filóztunk, ameddig egy fél nap Albániát hozzá lehetett tenni úgy, hogy ne legyen hosszabb a túra, mert így is ötnapos. És tehát így most Montenegró-Albánia, ez is egy újdonság ideje, úgyhogy hármat kellett csinálni belőle, mind a három 30 fős. Beszéltünk a titkos túrátokról itt az év végén, vagy azt hagyjuk most? A vezetéstechnikai túráról? Jó, akkor ezt átugorjuk. Van nekik egy nem nyilvános, meghívásos túrájuk, ami elég jó. Csak az már betelt, már az is úgy, hogy már kétszeresen is betelt, de akkor arról majd beszélünk egy másik alkalommal. Igen. Ja, igen, hát figyelj, a címét el lehet állni, Nagy Balkán Kaland ez a címe, és ez egy 8 napos túra, és Görögországból indul. Oké. Okay. Budapesten van vége. Lesz még az idén valami nagy dobás túra szempontból télen? Az USA-t szerettük volna nagyon, tehát ott van egy nyugati parti túránk, ami tele van, és már tavaly októberben meg kellett tartanunk, és hát egyre most úgy tűnik, hogy nem nyit az USA, tehát valószínűleg ez egy-két napon belül át kell tennünk majd megint tavaszra, mert nem lehet beutazni, Schengenből nem engedi a amerikai okay. vezetés. Jövőre valami? Jövő az ami szokatlan. Nyitott könyv, ugye mindenek úgy van, mindig, amikor lezártuk az idei szezont, akkor nekiülünk, és akkor elgondolkozunk azon, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit erősítsünk, mi az, amit módosítsunk, és akkor kialakítjuk. Ez általában ilyen november lesz. Úgyhogy az, hogy mi lesz jövőre, az mondjuk ez az USA biztos most már úgy néz ki, hogy áprilisra át kell tenni, úgyhogy egy idén kezdést tervezünk az USA-val, és aztán meglátjuk a többit. Igen, egyébként tehát a standard túráink azok lesznek jövőre is, tehát megyünk a Adria partjára, megyünk Montenegróba, megyünk tehát a Szerbiába. Ami bevált, azt meg kell főzni. Így van. És ami most egy ilyen, tudod, egy ilyen kérdésre az izgalmas válasz lenne az, hogy a világkalandó projektünkkel mi a helyzet, mert abban megyünk más kontinensekre, ez abszolút a járványhelyzettől függ. Mi nagyon szeretnénk egyébként, ugye nyilván az USA-t azt meg kell csinálnunk, mert az már feltházas, de Patagóniába visszamenni, Izlandra visszamenni, és még a Dél-Afrika meg az Ausztrália az így nagyon
ott van a tervek között. Reméljük, hogy ez 2022-2023-ban meg tudjuk ezeket valósítani. A fő csapás irány most már nálatok, ugye, illetve a másik fő csapás irány itt a Rinón meg a Túrán keresztül, kívül, amit az előbb mondtál is, hogy ez gyakorlatilag már egy és ugyanaz, itt van ez a tudatos motoros nevezetű kezdeményezésetek, ahol ott szintén azt látni, hogy évről évre léptek előre, most csináltatok az egyik meg nem nevezett üzemanyag társasággal egy ilyen videósorozatot, és ez már kifelé is mutatja azt, hogy ti ezt komolyan gondoljátok. Hol tart most jelen pillanatban ez az egyesület? Erről azt kell tudni, Tudatos Motorosok Országos Egyesületéről, hogy mi a Rinóval a túrák során észrevettük, és nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy folyamatosan képezni kell magunkat ahhoz, hogy balesetmentesen és biztonságosan tudjunk közlekedni. Ugye évről évre meg kell újítani az ismereteket, téli túnyulás azt le kell dobni magunkról, és ezt már egy jó 10 éve a Rinóval csináljuk, hogy minden tavasszal vezetés technikai tréninggel kezdünk. És ugye egyre többet csináltunk belőle, és 2 évvel ezelőtt elgondolkoztunk, hogy hát ez most már egy külön projektet megér, mert ki kell szervezni a Rinóból ezt a részt, és akkor erre való gondolattal alapítottuk meg a Tudatos Motorosok Országos Egyesületét, tehát most ide koncentráljuk az ilyen biztonságos közlekedéssel kapcsolatos dolgokat. Későbbiekben nem csak tréningeket akarunk csinálni, hanem előadásokat és minden olyat, ami ebbe a témakörbe bele tartozik, hogy ténylegesen csökkenteni tudjuk a balesetek számát, motoros balesetek számát. Hiszen az a lényeg, hogy hazaérjen mindenkit. Az élő ügyfél a jó ügyfél, lehetünk egy kicsit morbidak, nem? Így van. És egyébként az kulcs gondolat, hogy nem mi tartjuk, tehát nem az Zoli, meg nem én tartjuk ezeket a tényeket, hanem elég jó kapcsolatunk van a hazai szakértőkkel, vezetési szakértőkkel, tehát igazából mi szeretnénk mindenkivel, aki... Tehát egy ilyen olvasztó tégelye vagytok. Igen. Én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon minőségi vezetéstechnikai oktatást tart, azokkal kapcsolatban vagyunk, azokkal már dolgoztunk együtt, akivel még nem avval fogunk együtt dolgozni, és azt szeretnénk, hogy így rajtunk keresztül az emberek eltaláljanak hozzájuk, és csináljunk egy olyan rendszert, amiben van tanpályás oktatás, van benne versenypályás oktatás, és van benne vezetéstechnikai túra, mert azt gondoljuk, hogy ez a három szint, az elmúlt 3 év tapasztalatán ez működik. Tehát ez az, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék egy magabiztos túramotoros lenni, aki elmegy a világ végére is, és megfelelő képességgel rendelkezik, annak ezt a 3 lépcsőfokot be kell tartani. Tehát ez az evolúciós. Ez az evolúció, amíg eljut oda, hogy gond nélkül az Zoli mögött jobb kettőben tudjon menni bármelyik túrán. Nem azért veszük fel ezt harmadszor, mert Csabi ezt mocskosul elrontotta már 2-szer. De a kérdés továbbra is az lenne, hogy a Tudatos Motoros Egyesületnek mi lenne a következő mérföldkő, mi lenne a következő nagy dobás, amit meg kéne ugrani? Én azt gondolom, hogyha tudunk találni támogatókat, akkor mi a Zolival egy kicsivel több időt tudnánk átcsoportosítani a túra szervezésből ide a Tudatos Motoros projektet. De akkor ez azt jelenti, hogy kevesebben mennek túra, mert beáldoznátok a menést itt a Szent Ügyér? Én azt gondolom, hogy igen. A Szent Ügyér beáldoznánk, és hát rá kéne... De várj, ez a Zoli is erősítse meg, mert ő nem úgy néz ki. De mivel zsarol? A szakállában. Nem, fia, itt az van... De neki hosszabb a szakáll, úgyhogy ő mondja meg a frankot. Okosabbnak néz ki. Erős bennünk a társadalmi felelősségvállalás, tehát mi most 10 évig nagyon jól éreztük magunkat abban, hogy mentünk túrázni, és most azt gondolom, egy kicsit vissza is kell adni itt a motoros társadalomnak, és erre szívesen szánnánk az időnkből. Úgyhogy hát sok-sok projekt lenne, honlap, a szervezet felépítése, számos olyan dolgot kéne megléptünk, ami a következő szint lenne, de ez mindenképpen támogatás kell. Ugye az a helyzet, hogy kis lépésekkel haladunk előre, kis projekteket egyik után csináljuk a másik után, de a valóság emögött az, hogy amellett, hogy a Szent Ügy megvan, a célok megvannak, mögött az üzleti modellt is fel kell építeni. Tehát ugye üzleti modell nélkül nem működik akkor se bármilyen Szent Ügy. Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy akár sportról, bármiről van szó, hogyha van benne egy kis biznisz, az sokkal jobban össze
tartja a dolgot, mert ugye nekem is voltak már ilyen szent küldetéses dolgaim, és akkor az ember azt gondolná, hogy tök jó, egy pozitív üzenet, életmentés, bármi, akármi, és akkor azért jönnek, akik azért, hogy bele tudnak kakkantani a legjobb dologba is, és akkor megmondják, hogy tulajdonképpen miért vagy te egy gyökér, bár a legjobb szándékod mellett is. És akkor az ugye az embernek ugye elveszi egy kicsit a kedvét. Én azt gondolom, hogy naivitás azt gondolni, hogy ez állami szerepvállás nélkül ez a dolog ez működhet. Tehát itt egy darabig az ember be tudja tenni a szabad idejét, meg a lelkesedését, de emögött kell, hogy legyen. Ugye Magyarország nem az a meccénás ország klasszikus értelmevéve. Én azt látom, hogy a Nyugat-Európában vannak társadalmi alapon, önkéntes alapon működő klubok inkább, vagy adott esetben erőteljesebb ilyen szervezetek, és nálunk nem annyira van ennek gyakorlata. Az állami szerepvállalással egyetértek alapvetően, de inkább azért ezt úgy érzem, mint egy ilyen hagyomány lenne, mert régen mindent az állam oldott meg, és vagy ebben rá vagyunk szocializálódva, és enélkül én sem látom különben megoldását a problémának, de alapvetően azért vannak országok, ahol azért ez működik, alulról szerveződve is. Én egyébként azért vagyok optimista, mert itt, hogy mondjam, tehát ez a szent cél, meg ez a nemes cél, hogy kevesebb motoros baleset legyen Magyarországon, ez nem csak a Zolinak, meg neked, meg nekem fontos, hanem ez egy uniós elvárás. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az uniós elvárásokat Magyarországon el tudjuk érni, az ott vastagon benne van a kormányzat is ebben, hogy ezért tegyen. Ez unió szinten is, tehát azért ez, van, tehát az unió szinten ez egy kormányzati célkitűzés. Nem csak a motoros baleset önmagában, a közúti balesetek számának a csökkentése, különben nem szorosan ide tartozik, de egyszerűen borzasztó statisztikát olvastam, hogy a gyermekhalálozás az unión belül minden tizedik az egy közúti balesetben ez történik. Tehát brutális, tehát mint gyakorló szülő, azért ezek horror számokám. Jó, viszont nem akarnánk itt nagyon ijeszgetni hirtelen senkit, mert ma ezen a gyönyörű napon itt az OBB rendezvényén nem ezért gyűltünk itt össze. Az elképzelhető, hogyha valami újból valami közléskényszeretek van, hogy néha megkérdezzük itt a fotelmotorosban, hogy hogyan állnak a dolgok, akkor eljöttök és beszélgettek még itt velünk? Meg a szívesen, persze. Veled is ott a monitor másik oldalán? Igen. Oké, hát akkor nagyon nagy szeretettel várunk benneteket máskor is, köszönjük, hogy eljöttetek. Neked meg köszönjük, hogy megnéztél minket, gyere te is legközelebb. Csáóka! Hello! Sikerült!